Sziasztok emberek, én FireRedbird vagyok, és a mai videóban a GTA Online új versenyeit, a drag részeket fogjuk kipróbálni. Nagy nehezen sikerült egyet találnom, mert ahogy hallhattátok, nem örvend nagy népszerűségnek. Ahogy látom, nem lehet túl sok autót választani. Akkor Coquette D10 lesz. Most pedig egy örökké valóság, még megvárom, még a többiek is felkészülnek. Ahogy láthatjátok, 65 versenyt nyertem eddig, és 165-öt pedig elveszítettem. Remélhetőleg ez most megváltozik. Ha? Jézusom, miért vett le 200 dollárt? Na nézzük. Nagyon epikus cutscene. Nézzük azt a gumifestést. Hát, gondolom a kék mezőben kellett volna lenni. Jézusom! Ez a váltás, ez valami szörnyű. Ezt még nagyon meg kell szokni. Az áttételek olyan nagyon picik. Szóval váltasz és már egyből újra váltanod kell. Amit ennél a kocsinál, remélem a többinél máshogy lesz. Ez szépen kiment. Mi? Van benne nitró is? Na, ez csodálatos volt. Na, inkább újra spawnolok. Pedig már első voltam. Ez a váltás, nem értem amúgy drag verseny, szóval miért a kék részbe kell váltani, miért nem lehet a pirosig pörgetni, hogy a valóságban is szoktál. Nézzük, hogy azt a marhat. Na jó van, ezt hagyjuk inkább. Legalább még talán beérek az idő lejárt előtt. Gratulálok! Itt van a következő versenyünk. Remélhetőleg ez már jobban fog menni. Hogy látom, saját járműveket lehet használni újra, de ezek le vannak korlátozva. Nem értem, miért csak tuner autókat lehet használni. És nem is csak tuner autókat, de ugye a legtöbb az az. Hát, a Vectorről lesz. Ez a leggyorsabb szerintem. Ja, változott, 166-ot elveszítettem. Megint az a 200 dollár, de utána meg kiírja, hogy mégse vonta le, vagy nem tudom. Na, akkor most a kék mezőben tartjuk. Így kell ezt. Nézzük ennek milyen lesz a váltója. Rossz. Na most utalérem őket. Vagy nem. Ez a visszaváltás, hogy nagyon megszoktam, hogy Forzában X-el meg B-vel váltogatok, azt hiszem. What the fuck? Na. Hiába volt non-contact verseny. Kilökik elém a kocsit. Úgy remélem, hogy már itt meg tudták csinálni a manuális váltót, akkor a következő frissítésbe beadják ezt egy menüpontként, hogy be lehessen állítani. Na ez már jobban sikerült, harmadik lettem. Gratulálok, Bence.
Na, itt van a harmadik versenyünk. De most már csak hárman vagyunk, szóval itt van izomautót viszünk. Hát nincs sok választásom. ZZ lesz az szerintem. Megint mire a többiek lediznek, ez kész. Induljon már el a verseny. Induljon már el. Na nézzük. Most már nyernem kellene. Mi? Na mindegy. Jézusom, az első fokozat az annyira rövid, hogy ez hihetetlen. Mondjuk azt értem, hogy ez miért 7 fokozatú váltós autó amúgy. Nem hiszem, hogy ezt gyárilag így adták ki. Kicsit korán használt el a nitrót szerintem. Úgy jól néznek ki ezek a versenyek, csak nem 4 embernek kellene versenyeznie, hanem legalább 5-10. Gratulálok neki. Hanem legalább ilyen 5-10 embernek. 5-10 inkább úgy. Szóval így. Nagyon kevés, nem valami izgalmas. Nem lett meg. Szóval, pedig tetszett a videó, akkor nyomjál le egy lájkot, és iratkozz fel, mert már nem kell sok az 500 feliratkozóig, és akkor a következőben találkozunk. Ezt inkább kicenzúrázom. Gaming GT. Na, hello.